Köszöntöm Önöket, Önök a Cikádor magazint látják. 3 millió forintból üzemeltetik és fejlesztik minden évben a bátaszéki köztemetőt. A képviselőtestület évente 1,5 millió forintot különít el a temető fejlesztésére. Egyik fő futó projektjük a temető területén belüli úthálózat kiépítése. Jövőre viszont a fő bejáratnál lévő lélekharangtonyot újítanák fel. Több fejlesztést is terveznek a bátaszéki városi köztemetőben. Lassan elkészül a belső úthálózat is. A városi önkormányzat, mint fenntartó és a megbízott üzemeltető cég teljes összhangban dolgozik. A bátaszéki városi köztemetőnek a fenntartása, fenntartási kötelezettsége az Bátaszék város önkormányzat feladatkörében van, viszont az üzemeltetési feladatokat egy temetkezési vállalkozásra bízta az önkormányzat. Együttműködve próbáljuk a temető rendjét és fejlesztését az elmúlt években biztosítani. 2015-ben megkezdtünk egy olyan folyamatot, ami a temetőn belüli belső utaknak a kiépítését szolgálja. Így a 2020-as költségvetésben is mintegy 1,5 millió forintot biztosítottunk erre a feladatra. Jelen pillanatban a temető északi bejárata és a déli bejárata közötti összekötő útnak a következő szakaszát valósítottuk meg. Terveink szerint 2021-ben talán be is tudjuk fejezni és össze tudjuk kötni a két bejáratot, és meg tud valósulni a belső út. Ennek a célja elsődlegesen az, hogy a temetkezési szolgáltatásokat zavartalanul lehessen biztosítani, azaz a szertartásokhoz kapcsolódóan a járművek közlekedése, illetve az elhunyt szállítása a temető területén belül tudjon megtörténni. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a beruházást, még ha ütemezetten is, de elvégezzük itt a temető területén. Ebben az esztendőben a temetőn belül a tartalékterületnek a rendbetételét is elvégeztük. Ugye ez az a terület, ami a temető fejlesztése szempontjából fontos, hiszen ezeken a területen tudunk majd adott esetben új sírhelyek megnyitását megoldani. Az elkövetkező időszakban ennek a területnek a feltöltése fog megtörténni, és így tudjuk gyakorlatilag az új sírhelyeknek a területet biztosítani. A 2015-ben indult útépítés menetét az is befolyásolta, hogy az elmúlt években drasztikusan drágultak az alapanyagok, ezért évről évre egyre kisebb szakaszt tudott megépíteni a kivitelező. A polgármester elmondta, hogy ennek ellenére kitartanak a projekt mellett, és be fogják fejezni, amit elkezdtek. Azt is megemlítette, hogy milyen fejlesztéseket terveznek még a köztemetőben. A fejlesztési feladatokban próbáljuk a temető rendjét a kegyeleti szabályokhoz igazítva fenntartani. Fásítási feladatokat végzünk, padokat helyeztünk el ebben az esztendőben, és vannak még feladataink a jövőre nézve is. 2021-ben szeretnénk a temető főbejáratánál lévő lélekharang tornyot felújítani. De bízunk benne, hogy erre is fedezetet tudunk majd biztosítani a 2021-es költségvetésben. Ezt teljes egészében saját forrásból biztosítjuk, mind ahogy a temető fejlesztéséhez szükséges feladatokat is. Ugye minden esztendőben egyébként beszámol az üzemeltető az évi feladatokról, számba vesszük a temető üzemeltetéséből befolyt bevételeket, számba vesszük a kiadásokat, és a jelen hatályos jogszabályok alapján a különbözetet a fenntartó tulajdonosnak köteles megtéríteni a szolgáltató felé. Ez éves szinten mintegy 1 millió és 1,5 millió forint között mozog. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a városunk önkormányzata 3-3,5 millió forintot biztosít minden esztendőben a városi köztemető üzemeltetésére és fejlesztésére. Sorozatban ez már a harmadik év, amikor a bátaszéki foci csapat a megyei selejtezőből kiharcolja az országos főtáblára jutást, és ott egy kört még megy. Így a 32 közé jutásért kifognak egy élvonalbeli nagycsapatot. 3 évvel ezelőtt a Balmazújvárost, tavaly az Újpestet, az idén pedig Fehér Gyarmat búcsúztatása után a patinás fővárosi csapat az MTK látogatott Bátaszékre. A település ezúttal is ünnepi foci hangulatot teremtett a Vice János sporttelepen. Már az összeállításból kiderült, az MTK a legkomolyabban veszi a bátaszéki fellépését a Magyar Kupában. Azt az 1-2 sérültet leszámítva a legerősebb csapattal érkezett a magyar futball egyik legpatinásabb múltú együttese.
A három osztálya lejjebb szereplő bátaszék is megközelítőleg a legerősebb összeállításában futott ki a pályára. Kíváncsian várták Szőcs Lázár tanítványai, mennyire lesznek képesek legalább egy jó edzőmeccset játszani, olyat, ami után emelt fővel jöhetnek le ők is a mérkőzés végén a pályáról, és elmondhatják, ők is hozzájárultak a valamivel több mint fél ezer kíváncsi, fáncsi, messzebbről is érkező szurkoló szórakoztatásához. Ehhez az alaphangot egy a meccsre hazaérkező neves földi, az Omega énekes frontembere Kóbor János adta meg, azzal, hogy elvégezte a kezdőrúgást. Amúgy le a kalappal az első félidőben látottak alapján különösen a megye 1-es élcsapat bátaszéki focisták előtt. Úgy helyezkedtek és annyit futottak, hogy a futószallagon gördülő, számukra szokatlan sebességű egyérintős MTK-s akciók többségét a legvégén közös erőfeszítéssel, olykor Klizli kapus 6-6-os közreműködésével mégis megállították. Pehjükre, amiket nem, azokból szinte mindegyikből gól lett, már-már úgy tűnt, hogy Lencse László két góljával, amihez hozzátett Prosser még egyet, a 36. percben 3-0-ás fővárosi vezetéssel zárul az első játékrész. De nem így történt. Az eddig is nagy kedvel játszó bátaszéki csatár, Tóth Tamás ugyanis az első félidő utolsó percében elmozgott újfent az MTK védőitől, újra tisztára is játszotta magát, és maga biztosan mi több elegánsan mattolta a kékek kapusát, Somodit. 3-1. Ez idáig nem csak az eredmény, hanem a játék képe alapján is több mint helytállás volt a bátaszékiek részéről. A második félidő eleje is táplálta a feléledni látszó bátaszéki reményeket. Főleg akkor, amikor még 3-1-nél egy-két esetben ott tudott pattogni a labda az MTK 5-öse és 16-osa között, de a hazai B-közép zenélő eszközökkel felszerelt igazi öröm újongása mégis elmaradt. Mert ebben a játékrészben már csak MTK gólok következtek. Lencse a harmadik gólját is megszerezte a 62. percben, ez bizony mesterhármas. A higany mozgású afrikai származású Ikene King 8 perc alatt kétszer is beköszönt. De még ezelőtt, egész pontosan a 70. percben Nagy Zsolt is eredményes tudott lenni, így 7-1-es eredménnyel búcsúzott az utóbbi 3 évben Tolna megyei kupa specialista bátaszék a legjobb 64 között a labdarúgó magyar kupában. Tegyük hozzá gyorsan, a látottak alapján abszolút emelt fővel és méltósággal is, maradandó egyénre szabott élményekkel, ami évtizedek múltán is eszükbe fog jutni ezen a meccsen pályára lépő amatőr bátaszéki játékosoknak. Próbáltunk hátul is, védekezésben is kivenni a részünket, a támadók is, személy szerint én is, és gól lett a jutalmunk, és helyzeteink is voltak, ami becsülendő. Mi az, ami egy megyei első osztályban játszó játékosnak tulajdonképpen hát követhetetlen így a játék közben? Bármennyire akar? Igazából a tempó sokkal nagyobb intenzitásra játszanak, a párharcokban is nagyobb a komolyabban, keményebben mennek bele, de hogyha oda tesszük magunkat, akkor látható, hogy nekünk is vannak lehetőségeink, és ő ellenük is lehet gólokat szerezni, helyzetekbe kerülni, és eredményesen játszani. Szőcs Lázár arra volt kíváncsi, hogy milyen lesz ezúttal a csapatvédekezés, hiszen ilyen feladatra egyáltalán nincs szükségük a megyei első osztály meccsein. Ez volt az öltözőben is, hogy ma nem támadó futballt játszunk, hanem nekünk védekezni kell, és visszajöttünk a felezőig, közel legyünk egymáshoz, tudjuk segíteni egymást, egy-egy játékoson túlmentek, akkor másiknak meg kell volna akadályozni. Hát úgy néz ki, hogy ezt még nekünk nagyon kell gyakorolni, mert ez a része, ez még sok hiba csúszott. A bátaszéki játékosok nagyon sajnálták, hogy nem lett kisebb a különbség, nem is akartak nagyon nyilatkozni a meccsről, élményeikről, noha a 3 osztálybeli különbség okán a fél tucat bizony benne volt a pakliban. Itt nem mi diktáltunk, nekünk kellett alkalmazkodni, és ennyire beszorítottak, hogy nem bírtunk kijönni. Több kontra kellett volna azért? Vagy kellett volna, de hát nem bírtuk? Nem bírtuk, egyszerűen nem bírtuk a futógyorsaságot, az erőlétet nem bírtuk egyensúlyozni.
De a mostani, ezen a meccsen jellemző alkalmazkodási kényszer bizony segítheti a Bátaszéket abban, hogy a megyebajnoki címért folytatott nagy versengésben a visszavédekezésük is jobb legyen az eddigieknél. Igaz, a Bátaszék, bárki is legyen az ellenfél, a megye egyben mindig dominálni, diktálni akar. Sok talált góljuk volt, a végén egy-két kijátszott góljuk volt, de szerintem a védekezést megoldottuk, szerencséjük is volt, de komolyabban kell védekezni, mint a megyébe, de nem szabad senkit lebecsülni. Jó, hogy most szabadnaposok vagytok, mert igencsak megéreznétek hétvégén fizikálisan? Hát igazából mi szeretünk játszani, minden meccsre készülünk, szeretünk, igazából nem probléma, játszanánk, ha úgy van. Bátaszéknek jó erőnléte is. Igen, edzünk sokat, bár mindegyik meccsbe beleállunk, várjuk a következő mérkőzéseket. Gerjeni 0-2, semmi gond, megyünk tovább, a Bátaszék újból életör? Szeretnénk életörni és a régi formánkat hozni mindenképpen. És ez pedig bármire, akár a megyei első osztályú bajnokság megnyerésére is elég lehet, de ebben a mostani bajnokságban, tudják ezt jól a bátaszékiek, egy kisebb hullámvölgy a dobogós álmokat is gyorsan szertefoszlathatja. Bertók Dezső, ez a név sokak számára ismerős Bátaszéken. Közkedvelt, kiváló rajztanár és festő volt. Az ő hagyatékát kutatja Kis Eszter egykori volt tanítványa. Már több festményt is talált lomtalanításon, vagy épp egy családi ház padlásán. Fontosnak tartja ezeknek a nem mindennapi bátaszéki értékeknek a méltó megőrzését. Bertók Dezső tanító, rajztanár, művész. Az előző évszázad nagybetűs tanára. Legalábbis többen is így emlékeznek rá vissza. De ki is volt ő valójában? Egy volt rajztanár, illetve tanító, aki Bátaszéken évtizedeket töltött és nevelte, tanítgatta a kisiskolásokat, és a kultúrházba pedig a nagyobbacskákat rajzszakkör formájában. Ővele én ott találkoztam, és tőle tanultam sok mindent, a festészetnek néhány csínyát-bínyát. Azt később belőlem is rajztanár lett. Az életemnek egyik fordulópontja, Dezső bácsi, Bertók Dezsőről van szó, akivel az utcán találkoztam, már akkor felnőtt voltam, és a testnevelési főiskolára készültem. Nem vettek föl, többször is nekifutottam, és megállított az utcán, és hát elmondtam, hogy mi van, hogy vagyok, mint vagyok, és mondja, hogy Esztikém, hagyd ott ezt a dolgot, jelentkezte a pécsi főiskolára, rajszakra, oda fő fognak venni, jó rajztanár lesz belőled. És akkor így, az olyan mélyreható megszólítás volt, ez egy megszólítás volt. A megszólítás az, amikor az embernek lemegy, tehát a lelke mélyére lemegy valami, és azt nem engedi el. Hát én se engedtem el, úgyhogy végül is ott végeztem, és hát így tovább folytattam a pályát. A képei azok Bátaszéken sokfelé vannak, mert járta a falut a kis petyerkájával, és mindig nézelődött, hogy mi az, ami értékes számára, és leült és megfestegette. Kis Eszter egykori tanítványa elhatározta, hogy összegyűjti az alkotásait, és megpróbál egy állandó kiállítást létrehozni belőle. Pár évvel ezelőtt teljesen véletlenszerűen egy ószeres család, aki hagyatékokat, meg lebontott házakat vett meg, illetve abból hasznosítható dolgokat gyűjtött össze. Na, őnáluk találkoztam, csak úgy félredobva a Dezső bácsi egyik képével, és hát mivel rajzot tanítottam a fiatalembert, akkor így fölmutatta a képet, hogy hoppá, hogy hát mit szólok ehhez a képhez. Hát rögtön láttam, hogy Dezső bácsi, és hát oda került hozzám. És akkor úgy elszomorodtam, hogy hát hány ilyen képe lehet, ami úgy kikerül. És utána hallottam, hogy tényleg, hát
istállóból vagy padlásról kerültek elő képei. Hát így is jött a gondolat, hogy azért tisztességes dolog lenne ezt úgy összegyűjtögetni. Találkoztam egy kedves ismerősömmel, akivel együtt jártunk rajzakörre Dezső bácsihoz, és ballagott itt a Szabadság utcán fölfelé, azt leszálltam a bicikliről, kérdezem, hogy hát merre jársz erre, hát nem szoktunk mi itt találkozni. És akkor mondja, hogy hát nem voltam egy hagyatékot fölmérni, az ő pedig restaurátor. És hát mint szakmabeli őt hívták meg az örökösök, hogy nézze meg, és mondja, hogy hát voltak sok értékes képek, és többek között Dezső bácsi képet is talált. Hát mondom, megint Dezső bácsi kép, és akkor volt igazából az érzésem, hogy na, akkor talán ez lenne az a pillanat, amikor el kellene indítani ezt a akciót, vagy nem tudom, minek nevezzem. A város önkormányzata helyet biztosít az állandó kiállításnak, már csak a képeket kellene összegyűjteni. Ha akinek van Dezső bácsitól, és meg tud válni tőle, tehát egy fölajánlást tud tenni, nem kis dolog, azt megköszönnénk. És hát bármikor láthatóvá tesszük a falunak a kiállító termében. A megnyitóra sokan fölajánlották, hogy odaadják a képet, de utána szeretnék visszatenni a falra. Tehát ez is járható út, és egy olyan járható utat is úgy átgondoltunk, hogy például váltakozó képek. Az azt jelenti, hogy egy ideig, egy fél évig, hát ameddig megegyezünk a tulajdonossal, addig a kiállítás része az a kép, és akkor utána azt lecseréljük. És hogy milyen ember is volt ő? Nem lehetett úgy a faluba találkozni, hogy ne süvegelt volna meg valakit. Én voltam olyan szituba, hogy kellemetlenül éreztem magam, mint volt tanítványa, hogy nem tudtam előre köszönni neki, mert ő előre köszönt. Vagy amikor rajzszakkörön mindent oda tett nekünk, tehát mindent előteremtett. Mi csak úgy lazán oda mentünk, és leültünk, és elfogadtuk az ő adományát. És én utána mindig siettem a pályára, mert közben sportoltam is, és akkor mondta, hogy csak nyugodtan menjél, majd én elpakolok helyetted. Szóval ezek olyan dolgok, ami igazán szívbe markoló. A pandémiás időszak sok helyen ellehetetlenítette az iskolai nyílt napok rendezését. Sajnos nincs ez máshogy a bátaszéki II. Géza gimnáziumban sem, pedig az iskolaválasztás alapvető jelentőségű a sikeres továbbtanulás és majd a pályaválasztás szempontjából is. Filmünkkel ezen szeretnénk egy kicsit segíteni. Szeretettel köszöntöm Önöket a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A következő tanévre, a 2021-es tanévre két osztályt szeretne az intézményünk indítani, egy hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi osztályt és egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztályt. A két gimnáziumi osztályban a felvételi hagyományosan, ahogyan nálunk régen is szokás, a hozott jegyek alapján történik, mi felvételi vizsgát nem kérünk a diákoktól. A mi intézményünkre jellemző, hogy egy kis családias intézmény, ahol mindenkire személy szerint is oda tudunk figyelni, fontos a gyermek, és talán ez jelenti az intézményünknek az előnyét is. Mindenkit szeretettel várunk, hiszen az intézményünk felkészít az érettségi mindkét szintjére. Tehát iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra. Azt szeretnénk elérni, hogy diákjaink 11-ben előrehozott érettségit tudjanak tenni angol, illetve német nyelvből. Az oktatás kiscsoportos formában történik,
tizedik osztálytól diákjaink a választott nyelvből heti 6 órát tanulhatnak, ami a sikeres érettségi vizsga előfeltétele. Egy családias, barátságos légkör, mindenki ismer mindenkit, jóba vagyunk egymással, és jó hangulatban telnek a napok. Fel van szerelve rendesen az iskola, tudunk szórakozásra, van lehetőség, van csocsóasztal, ugye szünetekben valamikor van zene is, az órák is jól felszereltek, már mint a tantermek, van interaktív táblánk, egy nagy előadótermünk. Az infoterem nagyon jó, jól felszerelt, modern gépekkel, jó monitorokkal, amik nem bántják a szemet. Intézményünkben minden diákot várunk, elsősorban azokat, akik tovább tanulni szeretnének és emelt szintű érettségi vizsgát, illetve nyelvvizsgát szeretnének tenni. Intézményünkből bármilyen felsőoktatási intézménybe el lehet jutni, ez az előző éveknek a tapasztalata. Ugyancsak szeretettel várjuk azokat is, akik a középszintű érettségi vizsgát célozzák meg, esetleg valami olyan szakmát szeretnének tanulni, amely érettségi vizsgához kötődik, őket is szeretettel várjuk. A nyelvi érettségi könnyű volt, mivel nagyon jól fel vagyunk készítve, már 9-től egyfajtában erre készítenek minket, és van lehetőség előrehozott érettségit is tenni. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainknak megkönnyítsük az érettségi vizsgát, ezért diákjaink 11. év végén nyelvből, 10. év végén pedig informatikából tehetnek érettségit. Ezzel elérjük azt, hogy azok a diákok, akik nehezebben boldogulnának az 5 tantárgyból való érettségivel, csak a 3 fő tantárgyra koncentráljanak, a matematikára, az irodalomra és a történelemre 12-ben. Iskolánkban a nyelvoktatás 2 nyelvre fókuszál, angol és német nyelvre. A diákok heti 6 órában tanulják az általuk választott nyelvet. Ezzel lehetőségük lesz arra, hogy 12-ben csak az emelt szintű érettségére, illetve a nyelvvizsgára fókuszáljanak, ami a felvételinek már követelménye. Azért jó ide járni, mert van lehetőség előrehozott érettségit tenni, amit én tettem is 10-be informatikából. Az intézményünk egyik sajátossága a hagyományápoláshoz kapcsolódik. Intézményünk II. Géza király nevét viseli, aki ennek az iskolának a diákja. Azok közül választunk minden évben egy Géza királyt, Eufrozina királynét, és hozzátartozik a hagyományainkhoz, hogy őket a bátaszéki romkertben királlyá is koronázzuk, tehát itt akár még király is lehet a diákjaink közül bárki, aki ügyes. Jó a királyválasztás, részt szoktam benne venni. Idén én voltam az udvarmester. Én élvezem, van lehetőség szerepelni, mindenki ki tudja élni magát. Nagyon jó hangulatban telnek ilyenkor, összegyűlik az iskola, mindenki együtt van, jól érzi magát, és ünneplünk. Ugyancsak a hagyományápoláshoz tartozik még, és a tehetséggondozásunkhoz is, mindaz a tevékenység, ami tanórán és tanórán kívül zajlik. Nem úgy, mint egy diák, hanem mint egy ember is néznek minket, és ehhez mérten tanítanak. Hogyha mondjuk rossz kedvünk van, akkor elfogadják, hogy rossz kedvünk van, és nem veszik olyan keményen az anyagot rajtunk, de következőben ugyanúgy be kell számolni belőle. Tanórán kívül pedig megmutathatja mindenki a tehetségét, Géza gálákon, azokon a programokon, amelyek versenyeken, és azokon a programokon, amelyek az iskolai élet mindennapjaihoz hozzátartoznak. Szeretettel várjuk a diákokat a II. Géza gimnáziumban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!